Jó napot kívánok! A Horde nevű, vagy angolosabban Horde nevű levelező rendszernek a beállítását nézzük most meg. Nagyon fontos megjegyezni az elején, hogy először ellenőrizni kéne, hogy egy titkosított honlapba lépünk-e be, ugye ez a böngésző tetején a lakat, mert ha nem titkosított a honlap, akkor hát sajnos a leveleink titkosítatlanul szaladgálnak az interneten, amiket akár mások is elolvasnak. Hatnak. Ugye, tehát a megadott oldalon lehet bejelentkezni a megadott felhasználó névvel és jelszóval. A bejelentkezést most kivágtam, hogy nem utogassam az adataimat, aztán ugye bejelentkezéskor a Horde, így magyarosan mondom, hogy Horde, a Horde először a saját képernyőt mutatja, ahol a különböző elemeket lehet berakni, ezzel a tartalom hozzáadásával, ugye mindenféle állapotokat, meg lekérdezéseket, a rendszerek dolgait. Hát ezt most nem mutatom meg, gyorsan menjünk bele beállításokba. Ugye az adminisztráció csak adminisztrátoroknak van, itt a beállításoknál, a globális beállításoknál kell kezdeni. Először a személyes adatoknál. Ugye itt egy alapértelmezés szerinti profil, ezt más rendszerekben általában profilnak hívják, profil van. Először létre kell hozni ugye a személyes profilunkat, mondjuk az lenne egy alap, az ön teljes neve, és utána meg kell adni az e-mail címünket, amit a feladóba szeretnénk ugye majd rakni, és itt pedig érdemes megadni, melyik városban vagyunk, több ok miatt is. Na most itt jobb alul közli, ugye, hogy küldött egy levelet erre a címre, és hogy abban van egy link, amivel igazolni kell, hogy ez tényleg a mi címünk, mert ide nem lehet akármilyen feladó címet felvenni. Hát ezt a levelet ugye vagy a saját levelező rendszerünkben kell fogadni, vagy ha ez át van irányítva, mint hogy most éppen át van irányítva, akkor másutt. Hát akkor én ezt itt be is másolom ide. Jó, most már ez megvolt, akkor becsuktam, és menjünk vissza megint a globális beállításokba. És most már felvette ide ugye az alap nevű azonosítót. Most mondjuk azt, hogy az alap legyen az alapértelmezett, és ezt alapértelmezett pedig törölje ki. Jó, hát ugye csak egy van itt, most nem sok mindent lehet csinálni. A következő, amit nagyon fontos beállítani itt a beállításoknál, hogy a haladó beállításokat is mutassa, mert néhány nagyon fontos lesz, ami csak haladóban látható. Aztán az első, vagy a következő az a nyelv. Itt, ha pont a következő szekcióba kívánunk menni, akkor itt lehet navigálni jobbra-balra, különben ezt a gombot kell megnyomni, és akkor itt mehetünk át a nyelvre. Hát nagyon érdemes beállítani azt a nyelvet, ami használni szeretnék a rendszert. Én például angolul szeretném használni, de most nem állítom be, mert akkor minden felirat angol lenne rögtön. Ez nagyon kritikus, hogy hétfővel kezdődjön a hét, mert ugye Magyarországon vagyunk, és itt, hogy szeretné a hosszú meg a rövid dátumokat látni, tehát a személyes preferenciát, mondjuk Magyarországon ugye nem pontot raknak, hanem kettős pontot az órához, akkor ezt mentsük el. A következő megjelenés, itt visszamegyünk ugye a globális beállítás menübe és a megjelenésekben. Én úgy gondolom, hogy nagyon kevesen szeretnék látni ezt a Horde felületet, rögtön a levelezést szeretnék látni. A többi az nem olyan fontos beállítás. Akkor a következő az már nem a globális, hanem itt lenyitjuk ezt a listát, és a levelezés beállításokban lesz. Az első a szintén a személyes, ugye ide alapvetően átkerült a globálisban beállított adatok, majd itt alatta még itt fel lehet venni alias címeket, tehát ha az embernek vannak álnevei vagy e-mail aliaszai, akkor ezt érdemes beírni, hogy tudja a levelező rendszer azonosítani, hogy az a levél neki jött, akkor kirak egy kis fejecskét a levéllistában. És ezeket a mezőket is érdemes itt kitölteni. Itt pedig ugye milyen jó lenne az elküldött levelek mappát kiválasztani, de akkor ugorjunk is rögtön. Itt az alsó gombbal ugye vissza a levelezés beállításokba, és kezdjük a végén, itt a mappa nézetnél, és vegyük pipát az IMAP mappák használatánál, mert
különben fel kellene iratkozni minden egyes mappára, így meg most mindegyiket meg fogja mutatni. És ha most visszamegyünk megint a személyesbe, akkor itt alul már látjuk, hogy ki lehet választani mappát. Hát ez már magától ki is választotta a szentet. Jó, akkor vissza. A következő az a távelérés, távoli hozzáférés. Itt fel lehet venni más... itt a haladónál inkább, fel lehet venni más levélfiókokat, amiket be fog ágyazni a horde a mi levélfiók mappáink közé. Tehát ugye itt nézzük meg, itt vannak a mappáink, és ide be fogja ágyazni az idegen levelező rendszereket. Vissza a levélbeállításokba. Tehát itt a távoli hozzáférések, hozzáadás és haladó. Itt hozzá lehet adni egy-egy újabb levélfiókot, ami már meglévő, és akkor nem kell mindig két fület nyitva tartani a böngészőben, hanem ez a rendszer itt ezt automatikusan ellenőrzi. A következő az elküldöttek beállítása. Itt sajnos alapértelmezetben úgy van beállítva, hogy a csatolmányokat ne mentse el a levélbe. Ezt gyorsan állítsuk át mentésre. Nem érdemes 5-6 megabájtnál nagyobb csatolmányokat küldeni, azt érdemes nagy fájlküldővel küldeni, mint például a WeTransfer, amiről van egy videóm. Itt a videóim között azt is meg lehet találni. Aztán a címjegyzék legyen a következő, amit beállítunk. Itt van. Itt ugye mind a két címjegyzéket érdemes hozzáadni az a listához, ahonnan automatikus kiegészítést fog csinálni, és ugye itt a Ctrl le lehet nyomni egy, akkor Ctrl e-mail, és akkor a másik listában is az e-mailt válasszuk ki, és pipáljuk be, hogy ne csak automatikus kiegészítés legyen, hanem mindig mentse is el az összes megírt levelünk címét. Akkor a törlés következik, az itt van. Ez nagyon fontos, hogy ne áthúzva maradjanak meg a törölt levelek, és aztán amikor kilépünk, akkor esetleg az IMAP szerver vagy a horde kitörölje a leveleinket, hanem hogy rakja át a kukába. És ugye itt magától tudja is, hogy melyik a kuka. Itt be is lehet neki állítani, milyen sűrűn. Hát például én szeretem azt, hogyha havonta kitörli, és aztán ugye meg fogja kérdezni, hogy ne havonta havi leveleket, hanem havonta minimum 3 hónapos leveleket törölje ki. Jó, aztán menjünk az új levélhez. Igen, alapvetően ez sose értesítene ugye arról, hogy jött új levél, de mondjuk ezt még egy percenként írja ki, és akkor lesz itt egy, itt a mappa neve vastaggal lesz, és lesz mellette egy szám, amiben van új levél. Akkor a következő levelezés beállítás az a mappa nézet. Jaj, ott már voltunk. Hát akkor vége is van. Itt már kivettük ezt a pipát. Az összes többi beállítás is nagyon érdemes végignézni mindenhol egyesével, és beállítgatni, mert nagyon sok munkaórát lehet megtakarítani. Hát viszont hallásra, látásra.